Az időskori konfliktus kezelésről szólt a nyitó előadás. Az időskor speciális helyzet az ember életében, amivel nem mindenki tud mit kezdeni. Ebben a beszűkült lehetőségben nehéz új dolgokat befogadni, nyitni a világra. Hogy hogyan érdemes ehhez hozzáállni és megoldani, erről szólt az előadó. Boldog és teljes életről beszélt. Nyugaton eléggé régóta tudják azt, hogy ezt az inaktív élet szakaszt, ezt nem kell komolyan venni. Ugyanúgy meg kell tartani a szokásainkat, ugyanúgy a napi rendet tartani kell, a napi ritmust nagyon fontos ismét megtalálni, fontos közösségben járni, fontos ugyanúgy célokat kitűzni, és ugyanúgy küzdeni azok megvalósításáért. Az időskor ez egy nagyon jó szakasz tud lenni, hogy azokat az életcélokat, amiket az életünk során kitűztünk, azokat megpróbáljuk végre elérni. Hogyha van olyan olvasmány, amit mindig el akartunk olvasni, vagy van olyan kirándulás, egy város, amit mindig meg akartunk nézni, vagy fel akartunk fedezni, alkalom lehet ez az életszakasz arra, hogy ezeket végre meg tudjuk valósítani. Persze pénz és egészség kell mindehhez. Előre kell tervezni, gazdálkodni, és a lehetőségek igazítani az életet. Miután a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a Megyei Kórház Egészségfejlesztési Irodájával állította össze az idei programot, köszöntötte az érdeklődőket és klubtagokat a főigazgató. Nemzetünk, társadalmunk alapja a család. Azon belül is a családban egymásra épülő generációk jelentik a bázist. Visszük azt, amit kaptunk a szüleinktől, nagyszüleinktől. Ezt az egész országot, nemzetünket, ezek a generációk, ezek a családok építették fel. Ezt visszük mi tovább, mindenki az adott generációban. Mint az intézmény vezetője, arról szeretném biztosítani önöket, hogy kórházunk, a nagy integrált kórházunk, minden intézménye, ahogy eddig is, ezt követően is mindent meg fog tenni azért, hogy mindenkit, de kiemelten az idősebb generáció a legmagasabb színvonalú ellátásban tudja biztosítani. Hagyományosan évente kétszer, most ősszel, majd tavasszal is újabb sorozat indul, mind az Idősek Akadémiája, mind az Alzheimer Café hallgatóinak. A pandémia után elsősorban a lelki egészséggel kapcsolatos témákat helyezik előtérbe, persze az igények szerint. A Szociális Gondozási Központ ellátási formái és intézményei fogadják a betegeket és érintetteket, ahol szakemberek adnak tanácsot. Mindig el szoktuk mondani egyébként a klubtagoknak, a Nyíregyházán élő szépkorúaknak, hogy jelezzék felénk azokat a témákat, ami őket érdekli. Ez általában meg is szokott történni a rendezvény végén, egy ilyen kis catering beszélgetés formájában, és mi igyekszünk azokat az előadókat meghívni, akikhez ők ragaszkodnak, akiknek olyan az előadó stílusa, szakmaiságuk, akiket kedvelnek. Beszélnünk kell még egy másik rendezvény sorozatról, azt keddi nappal sikerült beindítanunk az Alzheimer Café rendezvény sorozatunkat, ez is hagyomány már az intézményünk életében. Igazából szintén tavasszal és ősszel szoktuk megrendezni, nyáron egy kis nyári szünetet tartunk, és én azt gondolom, hogy azért van hangsúly ezeken a találkozásokon, mert a demencia, azt jól tudjuk, hogy gyakorlatilag népbetegség, nagyon-nagyon sok embert érint, és itt nem csak a demenciával élőket várjuk nagy szeretettel, hanem legfőképp azokat a hozzátartozókat, akik érintettek valamilyen családtagjuk ápolása során. Az Idősek Akadémiája következő foglalkozása október 20-án lesz, és a csontjainkról beszél az előadó. Az Alzheimer Café szintén a következő hónapban hirdeti meg az újabb alkalmat betegek és családtagjaik részére.